Amíg Európa abba gondolkozik, hogy ha a felnőtt 4-2-3-1-be játszik, akkor a gyerek is 4-2-3-1-be játszon, ez teljesen rossz megközelítés a dolognak. Tudnék, a stílus biztosítja a flexibilitást, mert bármilyen játékrendszerbe le tudom ugyanazt a stílust játszani. A 4-4-2-t le lehet angol stílusba játszani, le lehet olaszba, le lehet brazilba. Ugyanaz a játékrendszer, legfeljebb a felállási forma más egy kicsit, mert az két külön fogalom, de a stílus az változik. Meg lehet figyelni a brazil válogatottat, hogy az összes világbajnokságon mindig más játékrendszerre játszik. De változik a stílusa? Változik a játékkoncepciója? Ugyanazt játsza 1000 éve. A braziloknál nem vicc ebből a képzés alapja futszál. Tehát nekünk, magyaroknak, a brazil út, a Barcelona út az, ami belőlünk jön. Nem viccből hívtak minket az 50-es években Európa braziliainak. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy futszál technika egyenlő, nagypályás brazil stílus technika. Nyilvánvaló, hogy futszál edzőket kéne beintegrálni a képzési rendszerbe. Erre nagyon alkalmas lenne Magyarország, hiszen futszálba a lehetőségünkhez képest torony magasan, tehát a labdarúgó iparágnak a legeredményesebb szakága az a futszál. Minimális játékosszámmal, félamatőr vagy amatőr játékosokkal, csak azért, mert komolyabb szakmai tudásra rendelkeznek, mint nagypályás edzők, komolyabb eredményt érnek el. Futszálban sokkal jobban el vagyunk látva létesítményhez. Tornaterem mindenhol van. A legkisebb faluban is ugyanabban a korosztályban 4 ember találsz, hogy tudjál futszálozni. De hogy ugyanabban a lét, vagy ugyanarra a korosztályra, kisfaluba, te nem tudsz 11 játékos kitenni, az teljesen biztos. És hogy mondok egy példát, hogy mennyire nem értik a brazil filozófiának a lényegét. A mezei doktor az kim volt 2005-ben a klubcsapat világbajnokságon. Megnézte a São Paulo Liverpool meccset. Utána 2006 elején A-licences továbbképzést tartott, és azt mondta, hogy kedves kollégák, higgyük el, a São Paulo játékosai, mint a csürhe rohangáltak a pályán. A Liverpool nem tudott vele mit kezdeni. Tehát innen is látszik, hogy az UEFA és mezei doktornak is fogalma nincsen arról a futásvonalakról, arról a logikai kapcsolódásról, hogy ők ezt megoldják. A brazilok önmagukról mondják, hogy az improvizáció csak a legutolsó lehetőségként jön számításba, mert annyira leszabályozott a játékuk. A magyar edző el nem tudja képzelni, hogy úgy szabályozok le egy játékot, hogy az a kreativitást erősíti. Mi még abban hiszemben vagyunk, az Egervári meg a többi edzőnek nyilatkozatán látszik, abban hiszembe vagyunk, ha leszabályozom a játékot, kilőm a kreativitást. Attól várjuk a kreativitást, hogy beteszem a hajnalt középre, aztán most vagy engedik játszani, vagy nem. Attól várom a csapatjátékot. Tehát ez nem így működik. Így olyan eredménytelen leszünk, előre kódolható, behozhatunk nem tudom hány milliárd forintot, lehet 28 ezer játékosunk, lehet csodálatos pár, minden lehet, de ha nincs meg az eszme, ami szellemi termék, akkor sose lesz labdarúgás nálunk. És itt van egy óriási ellentmondás, hogy ugyanúgy, hogy a kultúrát az edzők elbutulása ölte meg, ugyanúgy csak az edző tudna kultúrát teremteni. Tehát ez olyan paradigma, aminek a föloldása az nem egyszerű kérdés. Magyar tradíciónak két utolsó mohikánja van, Kovács Feri bácsi és Verbes József. Az edzőképzésben egy deka gondolatuk nincsen. Minden mondatukat aranyba lehetne önteni. Edzőink úgy halnak meg, hogy a sírba viszik a tudásukat. Senki nem kérdezi. Tehát a magyar labdarúgás 106 éves fejlődése után, hát nem nekem kéne írni egy könyvet a magyar labdarúgó tradícióról, nem nekem kéne egyé szervezni azt a zseniális játékelméletet. Hát nem most kéne kiderülni, hogy mi mit tudtunk valamikor. Tehát láttam olyan orvost, aki diagnózis nélkül alkalmaz terápiát. Mert a magyar MLS-nek a stratégiai programja az ilyen. Diagnózis nélküli terápiát alkalmaznak. Hát maga a helyzet is komikus. Hát a Dolcetti, amikor a Honvéd edzője volt, vagy volt ez a belga edzője Dózsának, hát edzés bemutatót tartottak. Tatán. Hát ezek úgy buktak volna meg a magyar UEFA edzőképzésen, mint annak a rendje. Miért? Hát azért, mert egészen mást oktatnak Olaszországba. Egész mást oktatnak a belgáknál. Henk ten Cate ez nem sokat tett a magyar labdarúgásért. Csak annyit, hogy 97-ben bevezették az edzőképzést, az UEFA rendszerű edzőképzést. Itt már elkezdték oktatni, hogy hogy kéne területvédekezést oktatni. De ezt a területvédekezést, ez 85-ben Szaki találta ki. Ezt úgy hívják nyugaton átlós védekezés 4-es lánccal. Ennek ezt az NB1-be Henk ten Cate vezette be. 15 évvel később, nem is 17 évvel később, mint hogy szakkék kitalálták, 5 évvel később, mint hogy az UEFA rendszerű edzőképzés leoktatta az edzőknek, de nem alkalmazták, úgy, hogy 4 hét alatt betanította, és egy mukkot nem tudott magyarul. A magyar edző mit mondott? Hát ezek falábú játékosok.
Hát én nem tudom leoktatni. De mondok egy másik példát. A saját szememmel láttam, hogy Gyepes és Dragoner összeszaladt az edzésen. Pintér oktatta a területvédekezést a Fradinál, még ilyen gyakorlatot életükben nem csinálta. Miközben sokszoros válogatottak voltak, területvédekezés alapmozgásait nem ismerik. 95-ben az UEFA adott egy holland típusú anyagot, és azt mondta, ez az én játékmodellem. Próbáld bevinni a képzésedbe. Hát mi történt ezzel szemben? Ezt a játékmodellt, ami majdnem rendszerelő játékmodellt, ezt Bert van Lingen csinálta Hollandiában, ezt úgy hamisították meg a magyarok, mint annak a rendje. Bot Józsival az élen. És ez dokumentált, ezt nem én találtam ki. Hát el kell olvasni a Bot József könyvét, és össze kell vetni ezzel az anyaggal. Egyébként ezt a Futball filozófiák című könyvemben én megtettem. Ott van leírva, így sírtok ti. Ahogy értékelem azt a gondolati rendszert, azt a rengeteg butaságot és primitív anyagot, amit magyar szakemberek oktatnak. És itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek nem okosak, és ami le van írva, az rossz, hanem a gondolkodási rendszer rossz.